Köszöntöm nézőinket, Liszkai Lórán vagyok. Önök a Hozam című magazinunkat látják. A következő műsorokkal készültünk. Innováció, 2,3 milliárd forintos beruházás a Dunaföldvári mezőgazdasági cégnél. Tamba Utamási, az ügyvezető bizakodó a jövőt tekintve. Tolna vármegyei kereskedelmi és iparkamara. Tartalmas hónapokat tudnak maguk mögött. Gyakorlati és elméleti felmérés. Szakmai vizsgák a Tolna vármegyei szakképzési centrum iskoláiban. Új terménytisztító és szállító üzemet adtak át a Dunaföldvári Goff Hungary Kft-nél. A vállalkozás mezőgazdasági termeléshez szükséges input anyagok forgalmazásával foglalkozik. A fejlesztés 50% állami támogatással 2,3 milliárd forintos beruházás keretében valósult meg. Jelentős fejlesztéseket ünnepelhetett a Goff Hungary Kft. Dunaföldvári telephelye. Hát a mai napon a Goff Hungary Kft. Tároló telephelyén vagyunk. Ez 2017 óta a cégcsoportunk része. 2008 óta üzemeltetjük a Dunaföldvári malmot, tehát ez azt jelenti, hogy itt Dunaföldvár életében 16. éve jelen vagyunk. Ezzel a telephelyel létszámban is bővültünk, tehát gyakorlatilag a munkavállalóink száma is bővült. Illetve hát most az elmúlt egy évben egy nagyon nagy beruházást hajtottunk végre. Cégcsoportunk életében azt lehet mondani, hogy a legnagyobb, de a Dunaföldvári viszonylatban is egy nagy beruházás számít. Ez 2,3 milliárd forint plusz áfa értékű beruházás valósult meg gyakorlatilag egy év alatt, ami több része tagolható. Az egyik a malomüzembe történt technológiai fejlesztés, a másik szállítóeszközök gépek beszerzésére, illetve a harmadik, ami telephelyen most történt, a hivatalos átadónk. Tehát itt egy új, megújuló energiaforrásokra alapuló terménytisztító és terményszárító berendezést adtunk át, illetve a hozzátartozó technológiai elemeket és terménytároló csarnokot. A vállalkozás a környékbeli termelőknek biztos felvásárlási pontot nyújt, fogalmazott Lengyel Tamás. Jelenleg is közel 45-50 ezer tonna búzát felelünk egy évben, viszont a termelők sok esetben azzal a problémával találkoztak, hogy nem tudták megfelelően tárolni, azért mert nem volt megfelelő hely, ahol le tudták volna tárolni a terményüket. Azzal, hogy mi terménytároló helyet biztosítunk nekik, felvásárlási pontot biztosítunk nekik, és a későbbiekben egy szoros együttműködést szeretnénk kialakítani, ami arra szolgál, hogy vetőmagot, műtrágyát és inputanyagot is biztosítsunk. Egy olyan együttműködést készítünk elő, ami nagyon hosszú távra nyúlik. Ez azt jelenti, hogy amikor elindulunk abba az irányba, hogy azokat a vetőmagokat fogják termeszteni, ami a malomiparnak, és akkor itt nem csak rólunk beszélek, hanem a környező más megyébe működő malmoknak is, a malomiparnak megfelelő alapanyagot biztosítanak. Ezzel én azt gondolom, hogy egy további biztos pontokat tudnak saját maguknak kialakítani. Az új beruházások pozitív hatásairól beszélt Szurovcsák András ügyvezető. Hát nyilvánvalóan az energiahasznosulás és a napelemek felszerelése miatt az energia szükséglet és a zöldülés az mindenféleképpen pozitív. Abban mindenképp pozitívak vagyunk, hogy nem használunk fosszilis energiát a szárításhoz, és hát minden a minőségről szól, ezzel a szárítóval gyakorlatilag bár abban az időjárási környezetben, amikor a kombályok már tudnak működni, mi azonnal tudjuk fogadni az árut, és hát reméljük, hogy az időjárás, ha olyanra fordul, akkor is sokkal több terméket tudunk megmenteni megfelelő minőségben, mint enélkül az eszköz nélkül. Nyilvánvalóan a malomban a szitaoszlopok cseréje az a megfelelő minőség és a kihozatal javulását eredményezi, az eszközök pedig a korszerű, és hát nyilvánvalóan 12% az előző generációhoz képest is 12% a jobb fogyasztása működnek, sokra megy elvén, ezt is figyelembe vettük. Haladunk ezen az úton, várjuk a mostani kiírásokat, dolgoznak a kollégák a tervezésen, és reméljük, hogy a következő időszakban hasonló innovációkkal fogunk tudni tovább lépni. Az átadó ünnepségen felszólalt Nagy István agrárminiszter, aki többek között beszélt a mezőgazdasági piac nehézségeiről és annak okairól. Hogyha meg tudjuk oldani azt, hogy a hozzáadott érték több legyen,
Ha meg tudjuk oldani azt, hogy a feldolgozottsági szint több legyen, akkor a jövedelmezősége is több a gazdatársadalomnak. A mai átadó ünnepség, a mai beruházás pont ezt szimbolizálja. Igen, végre visszatérünk arra az útra, ahol lennünk kell a minél magasabb hozzáadott értékre. Mert termelni megtanultunk, mindig dobogón voltunk a kibocsátás méretében. Mindig az első három között voltunk Európában, az egy hektáról előállított mennyiség tekintetében. De a jövedelmi viszonyaink sajnos nem ezt igazolták, mert a hozzáadott értékben le voltunk maradva. És akkor egy jó, pozitív döntésről hagy számoljak be önöknek, ami a Covid után, a történelmi aszály idején, az ukrán gabonaválság és orosz-ukrán háború következtében született a mostani magyar kormánynak egy történelmi döntése. Mégpedig az, hogy az Európai Uniós forrásokhoz a nemzeti társfinanszírozás mértékét Európában egyedülálló módon a maximális mértékűre állítja be. Ami azt jelentette, hogy nem 17,5%, ami átlag Európában, a minimális, hanem 80%. Meg háromszoroztuk a rendelkezésre álló forrást. Csak hogy érzékeljék a számok nagyságát, 2027-ig még 2900 milliárd forintunk áll rendelkezésre ahhoz, hogy beruházásokat hajtsunk végre. Süle János, a térség országgyűlési képviselője, az innováció fontosságát emelte ki. Ugye gyerekkoromban láttam, hogy mindent bevittünk a földről, mindent elhasználtunk, a kemencébe a kukorica szármeleket adott, de a kólót is kihúztuk. Ma nincs is már ugye törzsvágó, amivel mindig le kellett vágni akár a napraforgónak a torzsáját, vagy le kellett a kukoricának, és az is milyen jó hőértéket adott. Tehát tulajdonképpen itt is lassan azt tapasztaljuk, hogyha bio hő, tehát a megújuló energiaelőállítása, hogy akkor egyre több hasznosul, termék hasznosul, amit egy régebben mondjuk beszántottunk a földön. Úgyhogy kívánok a teljes kollektívának további szép sikereket, eredményes gazdálkodást. Arra tényleg vigyázni kell, hogy a világ tőlünk függetlenül néha segít, néha nem segít, de aki okos, az különböző eszközökkel és jó kollektívával együtt túl van minden ilyen krízis helyzeten. A több mint 30 éve építőipari vállalkozó bizakodóan és optimistán látja a jövőt. A Tamási Tambó Kft. Ügyvezetője szerint az idei évre az általa képviselt iparágat érintő további áremelkedések már nem várhatóak, de a két legjellemzőbb problémával foglalkozni kell, az inflációval és a humán erőforrás hiányával. Stábunkkal Tamásiban jártunk és Kólya Józsefet kérdeztük az elmúlt fél évről, illetve arról, hogy szerinte mi várható az év hátralévő részében az építőiparban. Jól érzékelhető talán minden kedves tévénéző által is, hogy a 2024-es büdzsé az nem a fejlődésről, nem a fejlesztésről, és főképpen nem azon financiális forrásokról szól, amelyek ezeket a folyamatokat támogatnák. Azt kell mondanom, hogy mi építőiparban és az építőipar operatív kivitelező részének aktív tagjai ezt elég keményen érzékeljük is. A jelenlegi piaci helyzetben vállalkozóként elengedhetetlen a tudatos előretekintés és a gyors alkalmazkodás a lehetőségekhez. Jól tudjuk különböző forrásokból és különböző okokból a mai magyar büdzsé környezet az nem támogató, okvetlen és nem az előző évekhez megszokott mértékű támogatási rendszerrel tudunk ma dolgozni, vagy támogatási körülmények között tudunk ma dolgozni. Gondolatom szerint ez a 2024-es év már gazdálkodási szempontból így fog kifutni, és a 2025-es évben kezdődnek el azok a előkészítő jellegű tevékenységek, amelyek talán föl tudják pörgetni az építőipart is. Én ennél egy kicsit talán, ha szabad azt mondanom, optimistább vagyok. Én abban bízom, hogy
mivel mi építőiparon belül a vízépítésben és a mélyépítésben is érintettek vagyunk, én abban bízom, hogy a második fél évben az agrárium által képviselt beruházási szakterületekben megindul egy kis mozgás. Én abban bízom, hogy azok a lakástámogató és elsősorban a családra, mint beruházó egységre vonatkozó rendszerek beindulnak, és ez kereskedelmi szinten is és kivitelezői szinten is lecsapódik nálunk, és ez talán kimozdítja azt a kis állóvíznek nevezhető gazdálkodási környezetet, amely jól jellemzi a mai időszakot. Ezzel a bizodalommal én úgy gondolom, hogy a 2024-es évünket már le tudjuk nyugtázni. Én a magam részéről ettől talán kevésbé aggódom. Jövő évre pedig hát megvannak azok a nem konkrétnak nevezhető, de az előbb általam vázolt irányvonalak és fejlemények, amelyekben szintén bízom, és azt gondolom, hogy fölpörgetik az építőipar tevékenységét. Az ügyvezetőt arról kérdeztük, hogy milyen ástruktúrálást, illetve változtatásokat végeztek működésükben. Nyilván a piaci tevékenységünket is úgy irányítjuk, és azokra a szegmensekre fókuszáljuk, amelyben látjuk annak a lehetőségét, hogy mielőbb tudjuk a kapacitásainkat lekötni. Az sem titok, hogy társaságunk is csatlakozott azon populációhoz, akik a környező országokbeli gazdálkodási tevékenység aktív részesei kívánnak válni. Ez egészen konkrétan azt jelenti, hogy külföldi munkaterületünk, munkavégzésünk is van. Ha nem, erről túl sokat nem beszélnék, de annyit lehet tudni róla, hogy vagy róluk ezekről a folyamatokról, hogy uniós források felhasználására vonatkozó beszerzési, közbeszerzési eljárások lefolytatásával utolérhető vagy megkapható munkák, amelyekben al- vagy fővállalkozóként magyar vállalkozások is jelentős mértékben részt tudnak venni. Részben ez, de nyilvánvaló, hogy a távlati perspektívát a hazai környezetben lévő gazdálkodási lehetőségek jelentik, és ahogyan az előbb is említettem volt, a piaci tevékenységünket, illetve a munkavégzéssel kapcsolatos tevékenységünket jelen pillanatban oda fókuszáljuk, ahol azt látjuk, hogy mielőbbi mozgás várható. Ez egészen konkrétan a kereskedelmi tevékenységünk, a felújításra, újházépítésre vonatkozó anyagok ellátására koncentrálódik, illetve ahogy említettem volt az előbb az agráriumba való beruházásokra készülődéssel tudunk rákészülni a mielőbbi lehetőségek kiaknázására. Kíváncsiak voltunk arra, hogy az idei évre várható-e még változások? Én azt gondolom, hogy jelentős változás nem. Amire nagyon oda kell figyelni, hogy a megrendelői állomány növekménye ne pörgesse és ne gerjessze egészségtelen módon az inflációt. Én azt gondolom, hogy itt az irányító szerepköröknek lesz majd kellő felelősség. Magyar építőipar ebben a stádiumban elég nehéz körülmények között, ugye minden kamarai vagy vállalkozók országos szövetségének, vagy bármely szakmai szervezetnek a vezetője is említette volt, hogy problémák vannak a magyar építőiparban. Valóban a magyar építőipar egyik fontos problémája az infláció, illetve az infláció köré csoportosítható problémák. Azonban én azt gondolom, hogy érdemes szót ejteni a magyar építőipar jellemző és a magyar építőipart is keményen érintő humán erőforrás ellátottsági problémára. Eseménydús időszakon van túl a Tolna vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara. Többek között üzletember találkozók, tájékoztató fórumok jellemezték az elmúlt hónapokat. A közeljövő sem lesz kevésbé izgalmas. A Tolna vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara a Nemzetgazdasági Minisztérium VF445/2023 TMKIK azonosító számon támogatott térség- és vállalkozásfejlesztési programját 2024. februárjában indította útjára. Gyakorlatilag az elmúlt, most már csak nem három hónapban számos rendezvényen vagyunk túl.
6 tájékoztató fórumot, workshopot tartottunk legkülönbözőbb témákban. Itt volt pályázati téma, volt környezeti fenntarthatóság, környezetvédelmi felelősségbiztosítás, de nagyon érdekes volt a mesterséges intelligencia témakörben tartott tájékoztató gyakorlati példákkal egyebek mellett. És hát volt megújuló energia és számos egyéb érdekesség. Ezen az úton megyünk majd tovább, tehát az elkövetkezendő időszakban, hónapokban továbbra is rendszeresen havonta minimum egy tájékoztató fórumot, illetve workshopot szeretnénk megszervezni. Aztán immáron két vállalkozói találkozón vagyunk túl. A közelmúltban volt a második ilyen eseményünk, azt kell mondjam, hogy nagyon pozitív a visszajelzés már résztvevői oldalon. A tájékoztató előadásokban hangsúlyt kapott a külpiaci kapcsolatépítés is. A kis- és középvállalkozások Németország üzleti lehetőségeiről, gazdasági helyzetképéről tudtattak meg többet. A német-magyar tagozat elnöke, ugye a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarából jött el hozzánk, és a német piaci sajátosságokról, szerződéskötésről, jó gyakorlatokról beszélt, és a szomszédos vármegyei kamarával való együttműködésünk következtében az Enterprise Europe Network hálózat irodavezetője is eljött hozzánk kolléganőjével, ők pedig azt mutatták be gyakorlatilag, hogy a kamara, illetve a kamarai rendszer miben tud segíteni a vállalkozásoknak külpiaci kapcsolatépítések vonatkozásában. Ugye itt külpiacokra ajánlatok közvetítésében, céginformáció nyújtásában, tehát mondjuk ha valaki egy külföldi céggel szeretne kapcsolatba kerülni, akkor a hálózat lehetőséget biztosít arra, hogy információkat gyűjtsön az adott cégről, és hát kvázi nem ismeretlen partnerként tud akkor megjelenni, és biztosabb az együttműködés a cégek között. Hornok Jenő új irodák nyitásáról is beszámolt. Kamarai irodákat nyitunk, illetve indítottunk el, Bonyhádon lesz ügyfél szolgálatunk, illetőleg Tamásiban szintén. Bonyhádon az önkormányzat épülete mellett az ügyfélszolgálaton kaptunk egy ilyen ügyfélszolgálati blokkot vagy részt. Tamásiban pedig hát most még egyeztetés zajlik, hogy a Zöldpont civilházban vagy a művelődési házban egy klubszobát fogunk majd kibérelni, és fogadjuk a vállalkozásokat. Azzal a céllal, hogy ne kelljen beutazni Szekszárdi központba, tehát hogy itt a kamarai szolgáltatásokat helybe vigyük a vállalkozásoknak, ez a fő célkitűzés, és hát ezt szeretnénk ugye a jövőben megvalósítani. A kamara elkészített egy új adatbázist potenciális fejlesztési területek néven, ami rendkívül hasznos lehet a vállalkozások számára. Ez a kamaránk honlapján lesz a közeljövőben hamarosan elérhető. Ugye itt arra gondoltunk, hogy az önkormányzati, tehát a vármegyében működő önkormányzatokat kerestük meg, azzal a céllal, hogy az ő tulajdonukban lévő, jelenleg kihasználatlan és potenciállal, gazdasági potenciállal rendelkező területeket egy ilyen adatbázisba összegyűjtsük, és közzétegyük. Gyakorlatilag ebben az adatbázisban néhány kattintással lehet fejlesztési területeket keresni, tehát akár székhelyként vagy telephelyként funkcionáló, akár ipari vagy szolgáltató tevékenység folytatására alkalmas területeket fel lehet keresni. És gyakorlatilag ugye ez egy helyen van, ugye a honlapunkról elérhető, közvetlen elérhetőségekkel már, ami ugye a tulajdonost érinti, illetve illeti. Területnagyságra, irányára, megközelíthetőségre, az, hogy van-e felépítmény az adott területen, vagy nincs, ha van, akkor milyen adottságokkal rendelkezik az az építmény vagy csarnok. Tehát ezekre mind-mind rá lehet keresni.
Szakmai vizsgákat tartanak a Tolna vármegyei szakképzési centrumhoz tartozó 8 iskolában. Ezek lebonyolítása a megújult szakképzési rendszerben is több részben zajlik. Stábunk a szekszárdi Hunyadi iskolában járt. Még a hidegelét előszkede, ez a kettő. Igen. Ez a pirítós, hogy itt a Tolna vármegyei szakképzési centrum intézményeiben 40 szakmából összesen több mint 1340-en jelentkeztek szakmai vizsgákra, felnőtt képzésben és tanulói jogviszonyban egyaránt. 2020 óta van ez az új szakmaérzékes képzés, ami nálunk május 17-ével kezdődött a cukrászta technikusok vizsgájával. Jövő héten folytatódik a pincér vendégtéri szakembereknél, a szakácsoknál, szakácsszaktechnikusoknál és a cukrászoknál. A jövő hét az interaktív vizsgákról szól, utána pedig a gyakorlati vizsgákkal folytatódik és fejeződik be lényegében a vizsga. Van amelyik egynapos, van amelyik kétnapos intervallumot is körül le. Ügyesek, a gyerekek felkészültek, tehát egész évben készülnek, rá duális partnerektől is nagyon-nagyon sok segítséget kapunk a vizsgához szükséges portfólió és nyersanyagkosarak terméksorok elkészítésében, legyakorlásában, lepróbálásában, tehát szerintem jól fognak sikerülni a vizsgák. Az OK-es vizsgák ugye 2020-ban befejeződtek, ennek az utolsó vizsgái vannak most már napokban, tehát most például nálunk is még egy OK-es vizsga zajlik. A szakmai jegyzékes vizsga, másképp csoportosították a vizsgákat, tehát ezért van szakmai jegyzékes vizsga, ami egy kicsit átstruktúrálta a képzési kimenetek követelményeket a vizsgáknál, tehát a képzéseknél. Stábunk a szekszárdi Hunyadi vendéglátó iskolában tekintette meg a szakmai vizsgák menetét. A mai vizsgatevékenység a vendéglátás szervező tanulóknak a vizsgája. A vizsga két részből áll. Az első vizsgatevékenység az interaktív vizsga, ahol szakmai számításból, illetve gazdasági elméleti részekből álló feladatot írtak a diákjaink. A mai napon pedig a gyakorlati vizsgatevékenység bonyolódik, forgószínpadszerűen lett megszervezve, két részből áll, a szakácsok és a pincér tevékenység fog lebonyolódni. A pincérek egy tételhúzással kezdtek, hogy kihúzták a díszterítésnek az alkalmát, fölmentek az informatika terembe és megírták a menükártyát Publisher formátumba. Ezt kinyomtattuk, és ennek alapján díszterítést végeznek. A díszterítést a zsűri, a vizsgabizottság értékeli, utána pedig fölterítenek az élő munkára. Az élő munka közben idegen nyelven kell kommunikálni a vendégekkel. Ők a duális partnereink és a támogatóink egyébként, akik vendégeknek hívunk ilyenkor. Egy csomagolás része folytatódik, számla készítése a záró esemény ennek a tevékenységnek. A szakácsok pedig párhuzamosan tevékenykednek, ők háromfogásos menüt készítenek el, minőség és változatos alapanyagokhoz. A legfontosabb a vizsgán, hogy ők felkészült állapotban érkezzenek mentálisan is, és a szaktudásuk is megfelelő legyen. Mi ezt minden alkalommal az év folyamán próbáljuk őket szennírozni a vizsga helyzetnek megfelelően, illetve az, hogy tűzbalesetvédelmi oktatásban vegyenek részt, mert itt nem csak magunkra kell figyelni, hanem a vendégekre is, hiszen a konyhán azért tényleg veszélyes üzem, ha így fogalmazható, úgyhogy mindenképpen erre figyelni kell, illetve hát a felszolgálás kapcsán is előfordulhatnak balesetek, de erre is fel vannak ők készítve. Büszkék vagyunk a diákjainknak a munkájára, és nagyon jó érzés volt őket is még egy éven keresztül elkísérni ebben a folyamatban, és bízunk benne, hogy mindenki meg fogja találni a számításait a vendéglátásban. Balázs Dániel pozitívan számolt be vizsgatapasztalatairól. Vendéglátás szervező képzésen vagyok, ez annyit jelent, hogy 4 plusz 1. A 11. évfolyamban megszereztem a szakmai vizsgát, a 12. évfolyamban megszereztem az érettségit. Az elméleti részünk tegnap írásbelivel kezdődött, a mai nap felszolgálunk, díszterítés, menükártyaírás, eszközismeretek voltak, és a második fele az egy konyhai főzés lesz, ami 3 ételből fog állni, főétel, desszert és egy előételt kell készítenünk. Az írásbeli szerintem nagyon jól ment, most benne vagyunk már a terítési folyamatokban, szerintem az is eddig jól megy, és még kíváncsian várjuk a délutáni főzési gyakorlatot. Kedves
Kedves nézőink, Önök a Tolnatáj Televízió Hozam című gazdasági magazinját látták. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! A műsor támogatói: Tolna megyei szakképzési centrum, Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara.